Javában zajlanak a nyári betakarítási munkálatok a földeken, hagyományosan Péter és Pál napján, vagyis június 29-én kezdődik az aratás, de mivel az időjárás már régóta nem követi a hagyományokat, ezért nincs kőbe vésve ez a dátum sem. A kalászosok és a repce országos mennyisége és átlaghozama az előzetes várakozásokhoz képest alacsonyabbnak ígérkezik, azonban a tavalyi aszályos, szinte tragikusnak mondható évet követően idén valamennyire fellélegezhetnek a gazdák, mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei alelnöke. Nagyon érdekes év ez is, mert legalább annyira szélsőségesnek mondható, mint a tavalyi év, csak más szemszögből nézve. Ugye általában a gazdák az elmúlt évek tapasztalatai alapján több gabonát vetettek, és napraforgót, és kevesebbet kukoricából. És hát ha megnézzük, gyönyörűek az idén a kukoricaterületek, és nagyon sokáig a gabona is nagyon jó képet mutatott. Végül is most is jobb, mint a tavalyi év, sokkal jobb, de a vetés területe megnőtt több mint 10.000 hektárra a megyei szinten, és gyakorlatilag hát egyesek rekordtermésre is számítottak, hisz pont abból adódóan, hogy májusban rengeteg csapadék volt, ugye 130 mm, és ugye azt szoktuk mondani, hogy májusi eső aranyat ér. Hát valóban így is van, de azért ez egy kicsit viszont túlzás volt, és azért ez egy kicsit visszavetette a buzának az élettartamát is, és gyakorlatilag a tél annyira enyhe volt, bizonyos helyeken már voltak gombás betegségek, tehát egy kicsit az is visszafogta, de aztán tavasszal nagyon szépen bokrosodtak, gyorsan növekedtek, és hát rekordtermés körüli eredményeket vártak a gazdák, ezzel azért csalódtak, mert az 5-6 tonna gabona, tehát buzatermés, ez nem rekord azért, de jó, jó volt, jobb, mint a tavalyi év volt. Csak hogy a felvásárlási árak idén jóval alacsonyabbak az előző évekhez képest. Ennek ellenére, hogy ilyen buzatermés átlagok lesznek, úgy néz ki, hogy veszteséges lesz sok helyen az ágazat, mert a tavalyi 100 000 fölötti tonnánkénti ára szemben most csak 60-70-et adnak a kereskedők, és nincs is igazából nagy kereslet. Hála Isten azért itt a környékben van tároló kapacitási hely, de sok gazdánál vagy nagyobb cégnél is a raktárban még ott vannak a tavalyi készletek. Bezavart az oroszoktá háborúnak a helyzete is, hogy amit Afrikában szántak az éhezőknek gabonát, az itt rekedt az országba sok helyen, és ez megint rontotta azokat az eredményeket, illetve elvárásokat, amit a gazdákat vezette. Kővári László úgy fogalmazott, hogy összességében termelési szempontból jó év lehet a 2023-as. Gazdasági szemszögből ellenben valószínű, hogy lesznek olyan gazdák, akiknek akár még vesztesége is keletkezhet. És ez ugyanígy igaz az árpára is gyakorlatilag. De most is van még egyfajta kivárás, mert ugye most sem tudni, hogy mi lesz az ukrán gabonának a további sorsa, meddig lehet úgymond tiltani Magyarországról. Egyedül én abba bízom egyébként, hogy viszont Nyugat-Európa felé az unión belül, ugye naponta halljuk, hogy micsoda szárazság van, tehát ott viszont lesz termés visszaesés, mennyiségileg is, meg minőségileg is, és hát én bízom benne, hogy azért az európai piacon majd el tudják adni a magyar kereskedőink a gabonát. A minőségről is egy pár szót. Ugye általában, amikor hűvös, csapadékos a tavasz, akkor a keményítő érték, tehát keményítő irányába megy a növénynek az asszimilációra, és az acélosság, tehát a jobb sikértartalom, az a szárazabb, naposabb időszakban van. Hát ez a kettő között van az idei év, meg helyenként is eltér gyakorlatilag, tehát nem lehet egységes képbe foglalni az ágazatnak a helyzetét és az eredményeit.